Az eszperantó nyelv iránt érdeklődők számára nyílt kiállítás a Dombóvári Helytörténeti Múzeumban. Idén 100 éve kezdték el használni a városban a nyelvet. A megnyitón szó volt a nyelv kialakulásáról és történetéről. Ha ezt a tervet megnézzük, ugye a Müller Ádám segítségével sikerült berendezni, de ez az összegyűjtött eszperantó anyagnak csak töredéke. Tehát nem is tudnánk kiállítani most egy terembe itt a Helytörténeti Múzeumban sem, mert annyi az anyag. Tehát a lényeg az, hogy ez csak egy ilyen kett csináló. Az eszperantó elsajátítása számos előnyt jelent. Azon kívül, hogy a szövegértési problémák megelőzésére is jó, és sok külföldi kapcsolat kialakításában és megőrzésében is segít, más nyelvek tanulását is megkönnyíti. Ha most a nyelvi részét nézzük a dolgoknak, akkor feltétlenül meg kell említenem a propedeutikai szerepét az eszperantónak. Ugye aki megtanulja az eszperantót, sokkal könnyebben fog megtanulni bármelyik másik nyelveket vagy nyelvet. Tehát ez egy óriási nagy előny. Ha valaki szeretne elkezdeni eszperantót tanulni, online is van rá lehetősége, de Dombóváron is tud nyelviskolát találni. A Helytörténeti Múzeum időszakos kiállítása kedvcsináló betekintést nyújt az eszperantó világába.